sziasztok! Üdvözletem innen, kis széláson. Lehalkítjuk a rádiót egyrészt, hogy engem is halljatok, másrészt meg azért, hogy nehogy amiatt szedjék le később, hogy copyrightos zene megy éppen. Hát most ugye éppen a retro rádió megy, azt tudtam behangolni, ami rendesen fogható azon a környéken. És hát akkor a vezetős logján még úgyse volt, kis széláson voltam, innen csináltam egy állomás bemutató blogot. Hát sajnos a vonat nem jön, és most nincs idő arra, hogy megvárjam azt is, ameddig erre fog jönni a következő vonat, mert az még legalább egy 40 perc lenne. Úgyhogy hát látjátok, milyen jó földúton lehet ide bejönni. Hát ilyen vezetős még úgyse volt. Hát most ezt így tudom megoldani, hogy ott van a kamera a szélvédőn. Én itt beszélek nektek, miközben vezetek. És látjátok az utat. De engem nem fogtok látni, mert hát nem is én vagyok most az érdekes, hanem az útnak. Hát akkor széljünk, hogy igazából arról van csak szó, hogy szarvason voltam, hogy nem azért, mert észbottingolni mentem, vagy egyebek, hanem teljesen más miatt. Mindegy, egy ilyen és magán jellegű maszek munka volt, amivel végeztem közben, és akkor hát, hazafele menet, akkor meggondoltam, hogy akkor most miért ne ráévek. Meg itt van az autó, és akkor eljövök, és akkor megnézem még ezt a kis állomást itt kis szénáson. Tehát közben meg a vazét elfelejtettem bekapcsolni, de arra még emlékszem, hogy merre jöttem ide ki. Egyébként ennyi kis szénás, itt van egy tanya itt mellettünk, de szerintem ez már nem lakott. Itt az a szemben lévő, ez biztos, hogy lakott, ami balra van, a jobbra lévő nem, az már félig össze van dőlve. Nem csoda egyébként, hogy a kondorosi vonal megszűnnek, hogy erre itt kis szénás van, nem nagyon vadutas. Viszont mivel a mezőtúros háza vonal az megy, tehát aki nagyon akar, az még tud utazni. Állatok. Tyúk, kakasz? Nem, igen, kakas meg tyúk. Tehát látszik, ez az, hogy alakult, hát ez nem, mert ez már félig össze van dőlve, sőt már nincs tetejese. Most egy darabig ilyen szar lesz a rövőt, aztán átmegyek az autópálya fölött, ott már jobb lesz. És hát itt most ilyen lassú, de legalább annyira megcsinálták, mikor volt az M44-es építése, és teherautókkal voltak ott követ a 126-os vonalnak a közepén, ahol nyíltvonali kirakó épült, hogy vele lehet most már jönni személyautóval kis szénásig is. Eddig régen ide nem lehetett, mert itt ennél sokkal, ezt az utat akkor csinálták meg, de hát ennél sokkal szarabb volt, és hát úgymond de személyautóval járhatatlan, úgy is volt a térképen rajta. És itt egy picit már javult, az ahhoz képest, ami eddig volt már szalálni. És ott szemben már látszik az M44-es. Igen, az utolsó szakaszát gondolos, mert végésebb a között pont tavaly adták át, azt hiszem tavaly decemberben. De most nem fogok fölmenni, mert szarvas fele az autópályán mentem, most nem fogok fölmenni, most megyek a 44-esen, keresztül gondolosan. A gondolosi vasútállomásra már soha nem fogok bemenni, mennyek. Tehát ott már jártam, plusz videóra is vettem kétszer is. Hanem elmegyek az alsó úton békés fele vissza, mert arra fele mostanában nem jártam. Mert legalább akkor az is meg lesz így kamera felvételben. Ez most egy ilyen vágatlan videó lesz, hát illetve úgy lesz vágatlan, hogy most amikor elindítottam és kopázok nektek, akkor ez még. Ezt addig fennhagyom, ameddig nyomom majd itt a szemeket, aztán utána meg majd elvágom ott, amikor már úgymond csak az utat veszi és visszakapcsolom a rádiót. De nyilván akkor megmajdzem és ideni fogom később meg felgyorsítani. De lesz majd egy olyan felvétel, hogy békés és szalvas között, meg az, hogy szalvastól vissza békésre, és valószínűleg benne lesz majd az a szakasz is. Ott van az autópálya szembe. És onnastól már jó út lesz, azt hiszem, hogy Kvartos környékén tudok visszamenni. Rendesen az útra. Hát most egyébként 40-nel tudok itt menni. Nagyjából annyival járható ez az út. Közben a világítást felkapcsoljuk. És innen már Vazeúra sincsen szükségünk. Vaze Andrisra, mert az innen már ismerem a járás végés vele. GPS nélkül is nem fog. Szarvasra viszont kellett, mert olyan azért külterületi részre kellett menni, ahova nem nagyon, még a Google sem ment be az autóban. Hát nagyjából egy ilyet. Nem tudom, miről lehetne még beszélni.
az tervezem még, hogy ahogy az 5000 feliratkozónál lesz majd egy kérdezve leleges videó, hát lassan már ki fogom írni a kérdéseket, mert most néztem, hogy 4880-nál járok, tehát lehet, hogy egy hónap múlva már meg lesz 5000, vagy legalábbis már közelebb leszünk hozzá. Visszalakjuk hármasba, mert ez emelkedő azért biztosabban fölmegy. Hoppá, és kigyulladt a tankolni kéne lámpa, de szerintem hát most kb. Egy olyan 40 km van még hozzá, hogy ki fog bírni. Suzuki-nál azért az működik, hogyha kigyullad a tankoló lámpa, akkor még egy 100 km-t el lehet vele menni. Meg még, de mondjuk már csak egy csíkot mutat, hogy annyi benzinám van, de hazafele elég lesz. Átmegyünk szépen ott az autópálya fölött. Úgyhogy azt akartam itt mondani, amit így félbehagytam emiatt, hogy igen, az 5000-esnél lesz egy kérdezve lelek live, és majd a kérdéseket ki fogom írni. Elébe, hogy egyet legalábbis kidakok egy bejegyzést, hogy várom a kérdéseket. Azt lehet, hogy majd, nem tudom én, 2-3 hét múlva már kidakhatom. Eddig volt jó. Utána? És akkor megyünk tovább. Akkor itt egy kicsit a szembe sávba megyünk, mert ez jobb. A másikon akkor a tankcsapdák vannak, hogy ihaj. Itt a szélén van egy pár betonelem. Mondom, már a másik oldal lett a jobb. Hát ilyenek ezek a földutak. Úttalan utak, aztán majd ha kivegyünk a 44-esre, akkor a másik oldal lesz. Szóval így nagyjából ennyi, ezt mondom, ez egy olyan videó lesz, amit így majd váratlanul fogok aztán felrakom. Amit letöltöm a gépre. Nem tudom, idő lehetne még beszélni, most hirtelen már sem jut eszembe. Vonalbejárási tervek is van. Vannak még több is most, de csak most már így, jobb idő lesz, meg majd, meg már hamarosan itt lesz a nyár. Legalábbis reméljük. Nem csak naptárilag, hanem úgy egyébként is időjárásilag is. Akkor már inkább ezek a biciklis bejárások vannak, ezek a rég megszűnt vonalak, ahol földút vagy biciklőút van már a helyén, mert igazából itt már kezd elvadulni az a terület, ahol még van vasút, és azt inkább ősszel meg tavasszal érdemes bejárni. De van több terv is, meg már így előkészítve is több van, csak egyszerűen majd ha lesz idő, meg kedvem rá, akkor fogom és megyek. Ezekkel lehet menni. Csak rajta kell maradni a betonon. Ezek ilyen úttalan utak. De legalább járható. Oké, akkor előre tovább. Hát igen, ez a kültetbeti tanyavilág. És azok már 44-es? Igen, azok már 44-es. Ha ennyi felmérk a főútra, akkor szerintem a live-ot is benekeztem. Mert igazából már szerintem, amit akartam, már elmondtam. Aztán majd jöhetnek a kommentek, hogyha van még valami ötlet. Miről legyen videó, vagy miről ne. Egyébként csináltam a halászlaki megálló helyről is, mert az majd, hogy nem beesett. Hát ennyi. Akkor ez már 44-es, megérkeztünk. Semmi, akkor szépen felhajtunk, és akkor innen megmászlálom. Világítás fel van kapcsolva, mehetünk. És akkor innen már tovább Békésre. Egyébként ebben van az is, hogy majd Békésről is forgatok egy ilyen videót, ahol Békésnek az ilyen nevezetességeit, vagy ilyen helyi érdekességeit fogok bemutatni. Lehet, hogy egy pár snittet fölveszek az a felemenet, és végül is most még belefér. Időm is van rá. Csak hát az ott olyan, hogy azért sok helyen van az, hogy autóval azért csak nehézkesen, meg körülményesen lehet oda menni, különbözni, hanem inkább biciklivel kell, vagy motorral, de mindenképpen. Ami út beesik, hazafele mellett, szerintem meg fogok akkor állni, és akkor azt érdeket fölveszem, annyival is beljebb vagyok. Mert az nagyon egy ilyen never-ending story-nak tűnik most ez a Békési videó, mert eltervezem mindig, hogy majd akkor kimegyek, aztán felveszem dolgot, aztán sosem sikerül. De hát én együtt beszélgetem fel, apránként előbb-utóbb meg lesznek. Úgyhogy ennyi akkor. Akkor live it snitt. És mondjuk, hogy megyek 94-es kilométert, csak így magamról tudjam, hogy hol kell majd vágni.
és akkor ennyi, akkor a rádió. Visszakapcsolom, és akkor itt majd ezt a videót el fogom vágni, és majd a további része az már beszéd és zene nélkül lesz majd az út videóban. 44-es út, legalább a Szalvastól, hát mondjuk meddig a Gondolosig, aztán meg utána a Békésig az elkerülő. Vagy elkerülő, ezért nem adnak a bekötő út. Ennyi, akkor sziasztok, a másik videóban találkozom. És akkor zene.